Készen állnak az iskolák az újranyitásra, mégsem kezdődik meg a jelenléti oktatás a 9. évfolyamtól fölfelé, április 19-én. Nem érdemes néhány napra a középiskolákat kinyitni, utána az érettségi szünet miatt meg megint bezárjuk, úgyhogy egyszerűbb, ha azt tesszük, hogy május 10-én indítjuk meg a középiskolai osztályoknak a személyes találkozásra épülő tanítását. A pedagógus szakszervezetek egyetértenek a döntéssel, ugyanakkor további lépéseket várnak. Fontos lépésnek tartjuk ezt, de elégtelen lépésnek. Úgyhogy a PDS tovább küzd azért, hogy a teljes intézményrendszert sokkal később nyissák, mégpedig járványügyi adatok és szakemberek javaslatai alapján, és nem politikai megfontolások szerint. A diákokat képviselő adómozgalom is fenntartja a kezdeményezését, vagyis továbbra is arra buzdít, hogy ne menjenek iskolába azok sem, akiknek április 19-én már kellene. Igazából azt várjuk, hogy hát ha a magyar közlegben még szerepelni fog az a kitétel is, hogy az általános iskolákban sem folytatódik a tanítás személyesen. Egyelőre ugye azt tudjuk mondani, hogy májusban írásbeli érettségik lesznek, és a tervek szerint júniusban lehetnek szóbeli érettségik is. Na, ez változott, mert ugye a tervek szerint nem lesznek szóbeli érettségik. Aztán egyébként ez is módosult, mert ahol csak szóbeli érettségi alapján osztanak jegyet, ott pár tantárgyban megtartják, ugye ez ma reggelre derült ki, de hogy akkor itt most vajon mi történt pár nap alatt, hogy homlok egyenes más lett a vége a történetnek, mint ahogy indult? Esetleg elgondolkoztak, esetleg azt próbálnám fölvetni, hogy ültek. De ezt mondtam, hogy végülis akkor nem emberek? Igaz, hogy... Még az sem biztos. Ugye mi próbáltunk két héttel ezelőtt egy kampányt kezdtünk csinálni azzal, hogy ezt az egész, bocsánat a szóért, mizériát, amit most az érettségire csináltak, meg lehetne oldani egy huszárvágással. A pedagógusok mellett be kéne azt a 60 ezer körülbelül annyi van tudtommal érettségizőt is oltani. És akkor végül is nekik is jár az oltás, tehát semmi indokolatlanság nincs benne, és addigra ugyanúgy, mint a pedagógusoknak, ugye legalább az első oltás utáni 2-3 hét letellik, tehát tudjuk, hogy az még nem az igazi, de már valami, tehát ez meg lehetne oldani. Na most ezt elvetették, és valószínűleg, hogy azért ennek volt egy ilyen negatív nyomása, hogy akkor viszont nem lehet, ha nem kapják meg ezt a lehetőséget, akkor nem tudják végigcsinálni az egész érettségét. Tehát azért itt sok minden egyéb is van a háttérben. Hát ugye ez az április 19-e, ez már nincs olyan nagyon messze, hiszen ma 10-e van, ha minden igaz. Na most, hogy a 9. osztálytól fölfele mi van rendben, és mi van az alatt lévő gyermekekkel, a hozzájuk tartozó szülőkkel, nagyszülőkkel, családtagokkal, meg még nem tudom ki mindenkivel, mert hiszen, ha valóban igaz az, és hála jó Isten, ez nem az én szakterületem, mert akkor biztos már szögre akasztottam volna a cipőt, hogyha politikai megfontolásból kellene szakmai érveket mondanom, mint ahogy néhányan ezt teszik, elnézést tőlük, de sajnos ezt lehet látni. Szóval az az érzésem, hogy ha azt mondják, hogy kérem szépen, a tanárok nem lesznek még védettek. Egész egyszerűen az idő hiánya miatt, hát nem elégséges, és valóban nem az oltás számhoz, hanem a szennyvízadatokhoz, meg a nem tudom mihez kell mérni, nem értek hozzá, elnézést, akkor lehet, hogy generálunk újabb gócpontokat. Mert hogy a 9, ez a 60 ezer, vagy nem tudom hány fő, az egy része az ifjúságnak, aki iskolába jár, és egy nagyobb része pedig majd jövő hétfőtől, illetve bocsánat, tehát 19-től elvileg akkor mehet iskolába, és fertőzhet. És ha nem is fertőz, de tovább viszi a szülőnek, a nagyszülőnek, meg aki igen, még igen, otthon van, ez a baj. Uh-huh. Meg behozza, teljesen igazad van, tehát az a baj, hogy igen, pedagógusok nem lesznek még védettek, ez egy ténykérdés, és miután a gyerekeket ugye még nem lehet oltani, tehát nem is lehetséges, gyakorlatilag azt, hogy ugye ők a legnagyobb úgynevezett transferek, tehát rajtuk keresztül megy minden járvány, nem csak ez, influenzától kezdve minden. Tehát elég az,
saját praxisomból tudom mondani, hogy nincs olyan nap, hogy 4-5 család minimum ne hívna föl azzal, hogy ők pozitívak lettek, és akkor most mi a tennivaló, stb. De akkor, ha nagyon biztosra akarunk menni, akkor azt kellene mondani, hogy amíg a felnőtt társadalom nincs átoltva, addig a gyerekek, óvisok, bölcsisek ne menjenek vissza a közösségbe, mert ők viszik haza, és fertőzik a családot. Azt mondom, amit a Péter mondta az előbb, hogy figyelni kell, tehát tényleg azt hiszem ez a leglényegesebb, amit az mondta, hogy a járványügyi adatok és a járvány görbének az alakulása az, ami dönt. Tehát persze lehet majd menni még átoltottság nélkül, majd amikor a jelenleginek mondjuk a 20%-ánál tartunk például megbetegedés számban, halálszámban, mindenben. Mert akkor azért tele vannak a kórházak, igen, és 8000 új fertőzött van, és a halálozás még mindig a csúcson van. Tehát én nem is tudom elképzelni, hogy mire gondolnak. Hát ráadásul halljuk, hogy ez az angol változat, a gyerekeknél, igen, ők nem csak viszik hozzák a vírust, hanem ők is megbetegszenek. És sajnos ez a vírus, ez egy gonosz vírus. És egy csomó embernek még az enyhe változatú betegség után is hosszantartó utópanaszai vannak. Tehát egyre jobban nyugat-európai felmérések szerint az enyhe változatú fertőzötteknél 30%-ban kialakul a hosszú távú panasz, ami tovább terheli a munkahelyeket, mert nem tud dolgozni az illető, az egészségügyet, és sorolhatom. Tehát nem véletlenül csinálják, de akkor tőlünk ezek nyugatabbra, és mondjuk felelősen azt tanácsolnák a szülőknek, mert kíváncsi vagyok, hogy aki érintett, mit csinál egy gyereknél, vagy unokánál, akinél van, hogy ne menjenek a gyerekek? Igen, én ezt teszem. Én kicsit komplexebbre gondolom. Tekintettel arra, hogy valóban rengeteg szülő nem tud mit tenni, dolgoznia kell. És most is van az iskolákban ügyelet. Én a tesztelést tenném általánossá. Hát nem véletlen az, hogy a mi laborunknak számító Ausztriában ingyen adják a tesztet. Többet is egy héten. Tehát azt a gyereket, akit kénytelenek bevinni közösségbe, először is csak osztott csoportokkal. Tehát nem indítanám újra az iskolát, lehetővé tenném, hogy az a szülő, aki nem tudja másképp megoldani, bevigye a gyerekét, de tesztelném a gyereket, a tanárt, aki foglalkozik velük, kis csoportokat alakítanék ki, mert ilyen körülmények közt lehet, tehát nem 30 fős osztályba, hanem 10 fős csoportokban, távolabb ültetve egymástól, tehát nagyon sok lépést Magyarország, nem tudom, hogy mi történt, mintha teljesen elfelejtettek volna a tesztelést. Itt mi a tanács, és ott pedig mi a gyakorlat? Nem tudom, nálad van gyerek? Jó, akkor majd kíváncsi leszek, hogy mondom, itt unoka játszik. Nálam 3 unoka van, igen, és ebből 2 iskolás és 1 óvodás. Ameddig meg lehet oldani, a menyeim, ameddig meg tudják oldani, az egyik bíróságon dolgozik, és ott ugye, akinek 12 év alatti gyermeke van, az otthon dolgozást megengedik. Tehát ameddig ezt meg lehet tenni, addig otthon vannak, ez nem kérdés. A másik menyem is meg tudja oldani. Tehát de ez egy szem, mindenki van ezzel így, hogy meg tudják oldani. És ugye, mert ugye onnan indultunk ki, hogy változik, Orbán Viktor véleménye 1 millimétert nem változott. Orbán Viktor egyszer kimondta, hogy 2.500.000 oltott fölött nyitunk, és ha fene-fenét eszik, akkor is nyitunk, és nincs senki abban az operatív törzsben, vagy nem tudom, közös gondolkodó törzsben, aki azt mondaná, hogy Viktor, álljunk meg egy picit, gondolkodjunk. Lehet a véleményt megváltoztatni, ha a helyzet úgy hozza. Abból semmi baj nincs, az nem gyengeség, mert itt erőt kell mutatni, és ezzel van a baj. Egy pici reklámra elmegyünk, de akkor utána még várom a tanácsokat a szülőknek meg, hogy oldja meg ezt a helyzetet, egy pár perc után folytatjuk, tartsanak velünk.